Aranyos volt a történet, a munkám során nagyon sokféle törvényt kellett csinálni, és általában, amikor csinál az ember egy törvényt, akkor valamilyen szinten a szakmát meg kell tanulnia, meg kell ismernie. Hát mondjuk maradjunk annyiban, amikor az általegészségi törvényt csináltam, nem voltam különösebben elragadtatva attól, amikor vágóhidakra kellett járnom, meg mi egyéb. Sokáig egyébként utána nem voltam hajlandó húst tenni, de hát meg kellett csinálni, meg kellett ismerni. Legaranyosabb volt egyébként, amikor legjobban szerettem, amikor az erdő és a vadászati törvényt kellett annak idején csinálni, és vajon Laci barátomat többek között megkértem, hogy vigye már el vadászni, és úgy írtam, hogy nem voltam vadász. És... De ez már elmúlt. Hát de ennek is története van. A fertőzés. Megvan, de ennek is története van. A Laci barátom meghívott engem egy fácán, egy hajtásra, fácán gyúlvaj hajtásra. Tudva levőleg, ő nagyon jó vadászik. Én meg ott mentem mellette, és én mondtam neki, hogy magyarázz el, hogy mit kell látnom. Hogy is működik az egész dolog. És hát a hajtósorban, ő még szépen lövödözte a sorban a madarakat. És mellettem ugye egy 30-40 méterre volt egy másik hajtó, aki vitte a nem tudom hány gyulladt fácánt, ami ott volt, és éppen amit ő lelőtt, az oda esett le kettőnk közé. Jött a szomszéd hajtó. Oda jött, amit a Laci barátom lelőtt. Oda ő ment a fácánhoz, oda ballagot hoztam, és azt mondta, ne, a gazdád lütte, vigye tovább. Na most az ember azt hinné, hogy itt előhátul alul fölül protokoll, na most ehhez képest szálcánokkal megrakva mentem végig, Laci barátom végig röhögte az egészet, és pufogott megállás nélkül. De hát kérem szépen, ez is hozzátartozik, meg az is hozzátartozik. De az első élménynek nem is olyan pozitív, hogy lett, hogy mégis vadász. A vadász, annak meg egyszerű volt a története, annak idején a nagyon sok lobby csoport küzdött a vadászati törvény kapcsán. Csendben jegyzem meg, most se kevesebb. Annak idején én azt mondtam a különböző lobby csoportoknak, hogy én nagyon szívesen lennék vadász, de addig nem akarok vadász lenni, ameddig nincs kész a törvény. Mert úgy szakmailag független javaslatokat tenni, hogy közben neked állandóan az orrodra dörgölik az, hogy lelövettek veled, nem tudom, egy sánta verebet, és kiderült, hogy mit mondjak, egy százas fácánterítékben a részese voltál. Na ilyenből nekem nem volt szükségem, ha nem voltam vadász, akkor nem kerültem ilyen helyzetbe. És nagy örömömre szolgált, hogy utána viszont, mikor megjönt a törvény, akkor szépen levizsgáztattam, és a legnagyobb elismerést a vizsgabizottságtól kaptam, amikor azt mondta a vizsgabizottság, kérem, ő a régió ismerős kolléga, te Zoli, nem gondoltam, hogy ennyit tudsz róla. Megtanultam. Megtanultad. De én közben mindenképpen szeretnélek téged is dolgoztatni. De csak a saját szakmánál maradni. A régi törvényről már sztorizgattál. Én nagyon kíváncsi vagyok, mert ugye tényleg csak ilyen részinformációkat tudunk, bár ugye, ha jól tudom, akkor szakmai konzultáció alapján indult el a új vadászati törvény. Illetve nagy, valamit tudomás... mondtál az előbb. Mi a neve ennek a törvénynek? Vadvédelem, vadgazdálkodás, vadászat. És ez nem véletlen. Mert az, ami a legfontosabb, és ez nekem nagyon komoly meggyőződésemé vált annak idején, amikor csináltuk a törvényt, hogy először védeni kell a vadat, utána gazdálkodni, és a ravasz csak a legvégén húzod meg. Tehát ahhoz, hogy valaki eljusson odáig, hogy vadászon, tehát a vadászatnak az a része, hogy most célkereszt, és akkor terítékre hozom, az egy nagyon hosszú folyamatnak csak a vége. Milyen érdekes, bocsáss meg, hogy megszakítalak, hogy ezt a régiek így tanították. Óvd és véd. Hát először óvjad, védjed, és tulajdonképpen engem, nekem hitvallásommá vált, és tulajdonképpen nem feltétlenül az a vadászat csak, hogy én elsütöm a puskát és lelövöm messze a vadat, nem, messze nem. Hanem nekem nagyon sok olyan élményem van, amikor a célkeresztbe vevettem a vadat és nem lőttem. Vagy az, még az se. Sokszor még az se. Az, hogy én másfél, egy fél órán keresztül nézek egy kondát, amiben van 10-12-15 csíkos malac, meg nem tudom hány sűrű, nagy disznó, kis minden, disznó. És azok ott rajcsúloznak és azt nézni, azt hiszem, hogy a jóisten ilyenkor azt mondom, jó kedvében van. Tehát az, ez nagyon jó gondolat. Tudod, és ebből következően az én számomra a vadászat az nem feltétlenül csak ezt jelenti. Nagyon érdekes és izgalmas szerintem a mostani törvény kapcsán azok az új érdekeltségi viszonyok, amelyek még annak idején a régi vadászati törvénynél talán kevésbé voltak jelen. A régi vadászati törvénynél külön érdekcsoport volt az erdész lobby, külön érdekcsoport volt a vadász lobby és a földtulajdonosi lobby,
De igazából egyfajta sajátos patthelyzet alakult ki az érintettek között, mert gyakorlatilag a rendszerváltozás után voltunk valamennyivel. Tehát valójában még igazából nem alakultak ki a markáns csoportok. Annak idején nagyon komolyan lobbiztak egyesek, például a 300 hektáros vadászterület határa. De jó, hogy ez nem sikerült. Van egy jó hírem, most is olvastam olyan szakmai javaslatot, amely pontosan azt mondja ki, hogy legyen 300 hektár a vadászterület. Én elkezdtem számolni. De ez számon, ugye nem vadgazdálkodásról szóló javaslat. Most generális egyszerűen... volt ez a javaslat, hát ez csak én magam elkezdtem azon gondolkozni. Én akkor győződtem meg ennek a helytelenségéről, amikor egyszer egy ilyen vadászaton mentem, és egy jó 150 hektáros egybefüggő friss szántáson mentünk keresztül. És ez a vadászterületed. És ez a vadászterületed, és odan bocsa, a hajtásba összesen lőttek egy darab nyulat, és ez volt 150 hektár. És ott voltunk, vagy 15-en a hajtásban. Tehát, és amikor úgy darabonként, csizma darabonként 8 kilós ára rajtad. Hát nézd, vadgazdálkodni, tehát én nem vagyok szakember, de a vadat óvni és védeni, és etetni, és az állományt javítani, tehát vadgazdálkodni 300 hektáron nem lehet, focizni lehet 300 hektáron. Meggyőződésem nekem is. Jó, fácánt kibocsájtani lehet, és lehet lődözni, az nem vadászat. De annélést az enyvasatomban az teljesen más. Ami viszont nagyon izgalmas dolog az én számomra, ez a mostani szabályzásnál is, hogy most viszont úgy látom, hogy egy többpólusú rendszer kezd kialakulni, ahol a jogalkotónak nagyon precízen ki kell sakkoznia, hogy hogyan tud egyensúlyt csinálni. Meg egyre markánsabban jelenik meg a földtulajdonosi érdek, mert időközben egy birtokrendezés azért hát igen, végrehajtódott itt az országban, birtokkoncentráció is. Vannak a földhasználók is, amelyeknél már nagyon komoly jelentkezik a vadkárnak a problematikája. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy a vadkár... Hát, ma reggel hallgattam a rádiót, mikor itten még hajnalban fölébredtem, és ott volt egy gazdálkodó, amely éppen arról kezdett el beszélni, hogy jelentősen csökkenteni kellene, egy vasmegyei javaslat volt, hogy jelentősen csökkenteni kellene a megyében a vadállomány létszámát, mert elviselhetetlen az a vadkár. Tehát itt végül is egy nagyon... Hát ha nem tesz érte a jó értelemben mondom, a paraszt, nem tesz érte, tehát akkor nem olyan könnyű megvédeni sem azt a földet. Leghatározottabb meggyőződésem, hogy ennek a kérdésnek a rendezése nem részben jogi kérdés, mert a kereteket meg kell adni, nagyon komolyan, ez kulturális kérdés is, hogy mennyire tudnak az érintettek kölcsönösen együttműködni, anélkül ez nem fog menni. Mert nagyon egyszerű, a tőke tulajdonos azt akar, hogy minél több tőkejövedelme legyen, minél több legyen a béleti díj. A földhasználó azt akarja, hogy minél kevesebb legyen a vadkára, a vadász meg vadászni akar. És nem szabad elfelejteni, hogy ez nemzetgazdasági szinten egy közel 20-25 milliárd forintos nagyságrendű iparág is, meg gondoljuk végig. Hány embert foglalkoztat? Hogy és nem. A vad az élőhelynek a természetes része? Hát ott van. Itt nem megy, hogy csak a vadász, csak a földhasználó, vagy csak ő. Nem megy más. És itt egyfajta kulturális, hogy mondjam, szükségességet is feltételezek, hogy az érintettek képesek legyenek egymással kölcsönösen együttműködni. Mi a konszenzus? Mi az, ami látszik körvonalazolódni? Van egy javaslat a mostani törvényjavaslatban, egy olyan elképzelés, hogy egységesítik a vadkár felmérésnek a mechanizmusát. Ez is többek között a viták alapja volt, hogy ahány ház, annyi szakás, ahány vadkár szakértő, annyiféle módszert alkalmazott. Én szerintem ez egy nagyon progresszív dolog, hogy az, hogy most ezeket a szakmai standardeket hogyan alakítják ki, mentse meg a Jóisten, hogy itt jogász alakítsa ki, mert azért az más. Nem, igen, más szakma. Világos, de bízom benne, hogy ki fogják tudni alakítani azokat a szakmai standardeket, amelyek majd egységes eljárásokat tudnak eredményezni. És még egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon sokat vitatkoztak, és sokan panaszkodtak arra, hogy hosszú és bürokratikus maga a kár elintézési mechanizmus. Azért szeretném jelezni, hogy például a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarán belül működik egy olyan rendszer, amelyik például egy jó szolgálati eljárást tud lebonyolítani az érintetteknek, ráadásul ingyen és bérmentve. Tehát az érintetteknek azon túlmenően, hogy ők együttműködnek, de ha van igénylik, akkor megfelelő módon tudjuk a kereteket biztosítani az érintetteknek, hogy
ezeket a vitáikat ledolgozzák. És most, ha már hazabeszélek, mint a választottbíróságnak az elnöke, ha nem megy másképp, szeretném jelezni, hogy a választottbíróság is alkalmas arra, hogy ha már perre megy a dolog, akkor a választottbíróság keretén, a kamarai választottbíróság keretén belül is ezeket a kérdéseket rendezni lehet. Nyugodtan szívvel merem mondani, olyan választottbírói kar van, amelyik ezeket a kérdéseket is teljesen korrektül, mind szakmailag, mind jogilag rendezni tudja. Ha most ezt valaki azt mondta, hogy a reklám helye, igen, ez talán elmegy, de kérem szépen, azt hiszem, hogy ez egy jó ügy érdekében történne ez a kis figyelemfelhívás. Még egy fontos kérdésem van. Felelősség, megosztás. Van-e változás ebben a tekintetben? Mert eddig azért eléggé, hogy mondjam, a gazdálkodó javára billent a mérleg nyelve a vadkár tekintetében. Tehát a felelősség megosztása az elég. Hát én olvashatomban egy picit igazságtalan volt, mert ha a gazdálkodó nem tett szinte semmit a vadkár megelőzéséért, akkor is a vadászra jogosultnak kellett ezt fizetni. Meg kell, hogy mondjam, annak idején, mikor a törvénybe beleírtuk azt, hogy a kár 5%-át viselik el, borzasztó nagy vita volt ebben a tekintetben. Most úgy néz ki, hogy ezt fölviszik a 10%-ra. Szeretném jelezni, az európai gyakorlat adott esetben ennek a többszörösére 20-25%-ra is fölmegy. Tehát egy valamit a gazdálkodóknak tudomásul kell venni, hogy a vad az életközösségnek a része, és nem lehet úgy megtervezni egy gazdaságot, hogy kérem szépen ott semmiféle vad nem létezik. Az a tevékenység. Ez a világ. Kérem szépen, ez a fauna, itt élünk mi. Pontosan, ezt sem lehet megcsinálni. Viszont a másik oldalon az sem lehet, hogy vadászok nem tartják be, uram, bocsa, az állományszabályzási feladatokat, mert nagyon sok esetben például ilyen olyan, ami a rokból sóba kerül, nincsen elég vadász, vagy egyéb más problémák, nem tartják szinten a vadállományt. A másik oldalon pedig az a fajta együttműködés, hogy adott esetben a különböző munkálatokat, amiket végeznek a vadászatra jogosultak, azokat is egyeztetik, a földhasználók végeznek munkálatokat, a vadászatra jogosultra egyeztetnek. És nem beszélnek még valamiről. A földhasználók is komoly kárt okoznak a vadállományban, mert vannak olyan gépesítési technológiák, például betakarítási technológiák, amelyek ilyen 15-20 méteren mennek előre és takarítják be, vagy 15 vagy csinálnak valamit, és gyakorlatilag a vad olyan pillanatban veszi észre például a betakarítógépnek a vágóasztalát, hogy már nem tud menekülni. Tehát ezek is olyan dolgok, ahol mondjuk a vadot védő technológiáknak valamiféle alkalmazása. A jog mindent nem tud szabályozni. De az, hogy értelmes emberek kölcsönösen együttműködjenek egymással, azt viszont mind a jog, mind a vadászetika, mind a gazdálkodói etika azt hiszem megköveteli.